Itt a Lotus Evora tesztautónk, ezt használjuk a járműdinamikai kutatásunk, az elsősorban ez ahhoz kell, hogy azt tudjuk vizsgálni, hogy az önvezető autók hogyan fogják tudni lekövetni azt az inputot, amit vagy a vezető, vagy pedig az önvezető rendszer, tehát a környezetérzékelés, a pályatervezés lát. Ezért ezt az autót jelentősen részben mi, részben partnercégek átépítettük. Belső égési motor helyett 2 darab villanymotor van benne hátul. Ezek 280 Nm nyomatékot tudnak egyenként. Van benne 2 darab 40 amperórás akkumulátor. Ez körülbelül a tesztpálya használat mellett egy fél napra elegendő töltést jelent. Azon kívül olyan fékek vannak benne, elektrohidraulikus fékek, amik lehetővé teszik azt, hogy a kerekeket egyesével fékezzük. Ugye ezzel tudunk olyat csinálni, amit a mostani hagyományos autókban meglevő ESP rendszerek tudnak, hogy a fékek segítségével irányítjuk egy picit az autót. Ugyanígy lehet a két motort külön-külön is vezérelni, ezzel is ugye egy forgatónyomatékot lehet az autóra ráadni, illetve a kormányrendszerek sem az eredeti gyári hidraulikus szervókormány, hanem a cégünk gyártott bele egy saját produktus kormányrendszer. Ugyan még van mechanikai összekötetés a kormánykerék és az első kerekek között, de ez már nem sokáig, hamarosan átépítjük, kivesszük belőle a kormányoszlopot, és azt is kábelekkel fogjuk helyettesíteni. Onnantól kezdve az autó az teljesen úgynevezett by-wire lesz, tehát minden, amit a vezető érez, pedálon, kormányon, stb., az már csak elektromos jel lesz. Tehát nem lesz semmilyen mechanikai összekötetés a vezető és az autó között. Az ugye azért jó, mert így a mi algoritmusaink fognak tudni segíteni a vezetőnek, illetve majd ahogy haladunk előre a fejlesztéssel, el fogunk jutni oda is, hogy teljes egészében már a vezető helyett tudjuk vezetni az autót. Miben tudnak segíteni ezek az algoritmusok? Elsősorban abban, hogy határhelyzetekben, tehát olyan helyzetekben, ahol egy hétköznapi sofőr már nem tudná kontroll alatt tartani az autót, ami algoritmusaink képesek lesznek rá. Tehát a mi algoritmusaink annyira precízen tudják irányítani az autót, hogy tudnak vele például driftelni, amit viszonylag kevés ember tud autóval, de az algoritmusok tudják. Ugye nyilván látványos, de köznapi életben nem lesz túl gyakori felhasználási mód, viszont az ugye azt is jelenti, hogy ha egy ilyen instabil határhelyzetben meg tudjuk tartani az autót, az azt is jelenti, hogy tudjuk úgy is kontrollálni, hogy visszahúzzuk a stabil irányba. Tehát gyakorlatilag bármilyen körülmények között stabilan és irányíthatóan tudjuk tartani az autót.